Viktor, hát hogyha nem látnánk, akkor is azt tapasztalhatnánk, egy gyönyörű környezetben fekszik a új Skitia, jól mondom? Jól mondom. Gyakorlatilag egy modernkori skanzen, de az a különbség, hogy te meg is éled a hagyományokat, mert ugye az alapvető mondásod az az, hogy ezeket meg kell élni, és nem csak ápolni kell, őrizni. De hogy is zajlik itt a mindennapok ezen a gyönyörű szép területen? Hát a mindennapok igazából, sokan kérdezik, de hát ezt az egészet föl kell tartani, úgyhogy mivel nem egy ház van, amiben élünk, hanem egy csomó felső paleolittól egészen az államalapításig, tehát az utolsó jégkorszaktól az István királyi egyszerű földkunyhóban lakó embereknek a szállásaig mindenféle van itt, a jurtáktól kezdve ilyen nagy kerekház, ez a lakomaház, nagyon sokféle, és továbbá még vannak kovácsműhely, bronzöntő, de mindenféle ilyen kézműves helyszínek. Ezeket azért egyrészt az egy dolog, hogy meg kell építeni éveken keresztül, azokat tatarozni kell, meg fönntartani, meg hogy minden úgy nézzen ki, mintha folyamatosan élő lenne. Ugyan a műhelyeket használom mindegyiket, de ennyi házban az ember nem tud lakni. Vendégeim azok nagyon ritkán vannak, úgyhogy ezt mindent folyamatosan rendbe kell rakni. Ez csak egy része, de itt, mivel ez már érett mód rekonstrukció is, és a kiseti régészetképpen a lovas íjászat, meg az íjászat, meg a mindenféle is belekerült, de ahhoz való lókiképzés az csak úgy működik, hogyha az ember lótartó lesz, és lovak születnek nála, és azokat föl kell nevelni, és aztán lovas íjászatra tréningezni, ez már életmód rekonstrukció. És az életmód rekonstrukcióval itt van nem csak a lovak, hanem a rockajuhok, meg kecskék, meg mindenféle, azokat is etetni kell, azok az én lelkiismeretem múlik, hogy jól érzik magukat, vagy nem, és akinek itt a szíve doboganak, mindenkinek jó kell éreznie magát olyan szinten, hogy ahogyan én szeretném érezni magam, és ezeket is el kell látni. Télen több munka van velük, nyáron kevesebb, mert akkor legelnek, de egyébként ez az egész napját kiteszi az embernek, és amellett még foglalkozzá idézőjelben kutatásaiddal, ami érdekel igazából az eszközöknek az újrakészítése, bronz eszközök öntése, vas tárgyak kovácsolása, fegyverek, eszközök. A szavaidból is kiderült, tehát olyan elánnal beszélsz róla, hogy ezt tényleg szereted, és szívből jön, ez látszik is rajtad. És ugye ez nem csak egy hobbi, hanem ez gyakorlatilag egy életmód. De hogy jött ez a te életedben? Hogy kerültél ezzel kapcsolatban, vagy honnan datálódik ez? Hát egész kiskoromban, olyan második osztályos koromban is már érdekeltek meg valahogy. Már kalapáccsa téglából is ütögettem ilyen szakócaszerű valamiket, és akkor jön a bátyám, aki 5 évvel idősebb, mi ez szakóca, mi az a szakóca, és akkor ő így elmondta, hogy mi az, mert ő már történelmileg így vágtesztőt is valamennyire érdekelte régebben ez a história. Aztán mindenféle dolog, amit találtam, én itt ott a kertben, mert a földvárban olyan része lakok, ahol akkoriban Beverly Hills volt 2700 évvel ezelőtt, vagy akár a keltáknál is, pont az a gazdag része, ahol bárhol a kertbe átesel mindenféle leleteken, szinte. És aztán jártam a szántásokat. Tényleg 8-10 éves koromban már több kilométer volt a lábamban, mint némelyik vándornak, a kukoricasorok között. És második osztályos koromban bekerültem egy konkrétan Nemzeti Múzeumból, lepkehálóval kellett összefogni, akkor ott már nagyjából összeálltak a fejembe a korok, és aztán azért elértük a vonatot hazafele anyámmal, de nem volt egyszerű dolog, és azóta ez nagyon foglalkoztat. Aztán később nem konkrétan maga a lelet, amiket megtalál az ember, hanem az, hogy éltek ezek az emberek, hogy készítették az eszközéket, hogy használták, hogy építkeztek azokban az épületekben, milyen lehet lakni, és végül is 97 óta igazából itt lakom ezen a helyen. Viktor, milyen tárgyakat látunk akkor itt gyakorlatilag, és ezt annó régen mire használták? Hát akkor azt is elmondom, hogy ez egy lakomaház, ahol vagyunk. Ez csak az ételkészítés és a lakomákról szól. Igen. És itt van néhány tárgy is ebből a korból, ez a korra és középső vaskor szintén, ami a hely neve is, az új Skitia, nagyjából az a kor. Hát itt miket láthatunk, van ezekből az időkből sütőnyársak. Hát mondjuk ez egyébként vadászatra is jó lenne, vagy megvédeni a sok esetben nem tudják eldönteni, hogy ez fegyver volt, de ez igazából igen. A tűzdelt húsok sütésére való. Akkor van ugyanebből a korból, ami valószínűleg nem harci kés, mert viszonylag vékony pengelyű, vékony széles pengelyű kés, ami egy egyszerű konyhai szeletelő kés. Igen. Akkoriban rengeteg zöld kaját fogyasztottak, meg persze húst is jócskán a vadászatokból, nem a saját állataikat ették meg legnagyobbnyire. Aztán ezek a ilyen kis vágóeszközök, ez a népvándorlás korban,
rengeteg avar, de germán sírokban is azokban az időkben, 5., 6., 7. században szinte minden női sírban vannak ezek a zöldségaprító, zöldnövényaprító eszközök. Meg hát aztán bográcsakasztók. Most éppen bográcsot nem hoztunk ide. Volt egy jó kis bográcsozás, haverokkal, cimborákkal, igen, ez törstagokkal, bárkivel. Késő bronzkor már tökéletes bronz bográcsok, sörfőző üstök, amit csak el tudtok képzelni mindenért. Na nagyon, ez nagyon szimpatikus. Igazából sörfőző üstök, ez... Az egy sörkultusz volt az az időszak. Ez igen. A késő bronzkorra kezdődött, és a keltákig még ugyanők már készítettek bor, de még mindig a sör volt a legkedveltebb ital. És akkor merőkanál gyakorlatilag? Merőkanalak, így van, hát a főzés, ahogy megjelent, akkor már kellettek merőkanalak. Nyugodtan. Ahogy... Az egyik az inkább kásás, história, a másik az meg egy mélyebb kanál. Mondjuk nem spórolták ki az anyagot belőle, nem úgy, mint a mostaniakból. Viktor, nagyon szépen köszönjük a kalauzolást és azt, hogy beengedtél bennünket ide ebbe a gyönyörű kis szentélybe. Minden jót kívánunk neked, a nézőknek pedig azt, hogy tartsanak velünk, hiszen köszöntök mindenkit, ez itt a Gasztromegye. Viktortól kifele jövet, összefutottam polgármester úrral, akit köszöntök ezúttal is, és hát meg is ragadom az alkalmat, hogy gyakorlatilag egy picit arra kérlek, hogy mesélj a mindennapokról, hogy telik az élet itt Regőben. Regőben a pályázatainkat próbáljuk a gyerekek megtartása és itt tartása irányában erőltetni, ezért a topos forrásommal arról beszélünk, egy óvodát fogunk felújítani. Elkészült már a tornaterem felújításunk, játszótereket építünk. Ez pontosan azért, hogy a fiatalok itt telepedjenek le, illetve jöjjenek, akiket nagy szeretettel várunk is Regőbe. De annak ellenére küzdünk azokkal a problémákkal, ami minden hasonló méretű település, az elöregedés. És szeretnénk azt is, hogy a kiürülő házakba fiatalok jöjjenek gyermekekkel, ha még nincs gyermek, akkor majd lesz reményeink szerint. Ezért próbálunk mindent úgy felújítani, úgy előkészíteni, hogy ezek mind a itt letelepedni kívánunk a szolgálják. Hát gyönyörű település, ahol ti éltek. Ez a millió is, amit itt a kedves nézők is láthatnak, csalogató és vonzó, de gyakorlatilag melyek azok a főbb sarkalatos pontok, amelyekre szeretnétek fókuszálni a jövőben? Tehát mi az, amivel te mondjuk elégedett lennél, ha ez megvalósulna? Hát az első, amivel nagyon elégedett lennék, hogyha a lakosság számunk nem fogyna. Ez a legelső, amit szeretnék. Ezt reményénk szerint egy-két éven belül el fogjuk kérni. Itt köszönhető a Magyar Falu programnak, a megyei önkormányzat által adott topos forrásoknak, ennek nagyon örülünk és köszönjük őket, de ezeket meg is kell valósítani. És a mai építőipari környezetben nem egy egyszerű feladat egy ilyen beruházás megoldani. Gyakorlatilag Regőről holnapig lehetne beszélni, annyi felelhető érték van, és most eljutottunk idáig, most éppen az utunk odáig vezetett, hogy egy chili termesztővel, illetve készítővel is tudunk beszélgetni, úgyhogy szerintem adott a lehetőség arra, hogy minél több értéket feltérképezzünk ebben a műsorban, még mielőtt nekiállunk főzni. Egy kicsit majd kémleltük az asztalon lévő dolgokat, nem sok sikerrel. Picit légy szíves, mutass be nekünk, hogy mit is látunk, vagy miket egész pontosan. Rendben. A chili szószaim azok hatféle, tehát hatféle termék van, ebből egy savanyúság, de folyamatosan évről évre változik egyébként a repertoár. Most jelenleg ezeket tudom bemutatni. Ez egy olyan savanyúság, ami apró szemű vöröshagymával és Ring of Fire nevezetű chili paprikával készül. Ez egy ilyen... már neve is vad. Igen. Ez mennyire csípős? Nem, egyébként nem egy őrülten csípős. A jalapenyót, hogyha ismeritek, annál egy kicsit azért erősebb, de még nem az a nagyon erős kategória. Értem. Aztán a másik véglet, ez a chili sauce, ez cayenne-nel készült. Aha, megnézhetem? Cayenne paprikával, hogyne, természetesen. Aha. Ebben nagyon nincs is más egyébként, hát extra szűz olívaolaj, és nagyon enyhe fűszerezés. Tehát itt az a cél nálunk a chili autnál, hogy a chili igazi ízét mutassuk be, ne vigyük el semmiféle ilyen más irányba, ilyen mindenféle gyümölcsös meg. Tehát nálunk ez a koncepció. A natura. Így van. Ahogy megtermett, az igazi. Így van, enyhe fűszerezéssel azért így van, hogy tudjanak azért választani a különböző szájízű emberek is ezekből a szószokból. Igen?
ez az ötféle termék, ez nem annyira erős, mert ezekben egy kis kápia paprika is van, ami egyharmad részben durván, és de azért ezek is elég jó erőben vannak. Polgármester úr, te hogy állsz a csípőssel egyébként? Szeretem a csípőset. Na, hát akkor... Jó, hát ez a csípősnél azért egy fokkal erősebb, nem? Ez jól indul. Az előbb még úgy vezetted fel, hogy nem olyan vészes kápia paprikával. Persze. Akkor most nem egy tábor cseresznézünk, hanem csilizünk. Akkor... Rendben, akkor ide pakolok ki egy kicsit, jó, és akkor... Jó, de akkor ténylegesen... Amúgy is egyébként elmondom a kedves nézőknek, hogy legalább 30 fok van itt a napon. Most mindjárt megnézzük, hogy a csili kóstolását követően mennyinek fogjuk érezni. Sokkal többnek valószínűleg. volt egy ilyen sejtésem. Kezdjétek akkor. Tényleg. Ja, hogy mi vigyük el a balhét? Igen. A polgár... Mégiscsak te vagy a vendéglátó polgár. Valójában minden. Na, hát látod? Az imént erről beszéltünk. Ezért... Az illatát is érdemes. Megvárom a reakciót, kémiait. Én módjával, jó? Jó, persze, csak azért, persze, hogy még van dolgunk a gasztromegyével, tehát hogy esetleg nem akarom cserben hagyni a nézőket, akkor megkóstoljuk. Én is megkóstolom közben a saját portékámat. Húha! Megmondom őszintén, hogy nagyon csíp, de ténylegesen a kápia paprikának a kellemes... kezdődik egy... Kicsit később kezd hatni. Igen? Később kezd hatni, igen. Igen. Nem lesz rosszul egyébként, de... Jó, hát ezt majd megjelentkezek a műsor végén is, jó, hogy sikerült. Mert itt állnak a kormányok, semmi gond. Regőben mindenre is gondoltak, ahogy látom. Na, de most tényleg befejezve csak, hát most megmondom őszintén, hogy így ebéd előtt járunk, de tényleg nagyon finom. De most nem azért mondom, hanem tényleg nagyon kellemes az utóízés. Most már nem csak a csípőset érzem, hanem azokat a fűszereket is, amiket vegyítettetek bele. Tényleg nagyon zseniális, rendben van. Szerintem. Kiváló ételőzősítők egyébként. Én nem arra megyek rá, hogy minél erősebb legyen és ehetetlen legyen, és ezáltal az ételek is ehetetlenek legyenek, hanem hogy ízt adjanak. Hát ez mindenképpen. És azért megpróbáltam olyan ízeket összehozni, hogy a távol-keleti konyhán, ugye fokhagymás gyömbéres, az ugye távol-keleti konyhának az alapja, a harissza az a közel-keleti konyhára jellemző, abszolút. És akkor hát, hogy mi magyarok is nyilván a fokhagymás, a natúr, a zöldfűszeres, tehát ez meg annyi ételhez. Kiváló ételizesítő. Gábor, nagyon szépen köszönjük a kalauzolást, és azt, hogy egy picit megkóstolhattuk itt a 32 fokos tűzőnapon még a legalább 80 fokot előidéző, nagyon finom, tényleg, őszintén mondom, nagyon finom csili paprikádat. Azt nem tudom egyébként, hogy a perec kalácshoz mennyire illik, de hamarosan ez is kiderül. Kedves nézőink, tartsanak velünk, innen folytatjuk. Kezüket csókolom, hölgyeim! Nagy nehezen, de azért végérvényesen ideértünk. Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hölgyeket, és köszönjük a türelmet, de olyan szép település Regőj, hogy napestig tartana, mire bejárnánk. Köszönjük. És feltérképeznénk. Egy nagyon jó kis helyen kezdtünk, ahol megmutattuk a, hát legalábbis érintőlegesen Regőj történelmét, illetve utána pedig kóstoltunk egy jó kis csilit. Nem tudom, hogy önök a csípőssel hogy állnak. Igen, szeretem én is, igen. Szeretjük, nagyon jó, egyébként mi is szeretjük, bár mondjuk a most készülő ételünkhöz nem biztos, hogy annyira passzol a csípős, de majd meglátjuk. A kedves nézőknek szeretném elmondani, hogy Marika nénivel, illetve Kati nénivel készítjük a mai ételünket, de mi is lesz az, hölgyeim? Hát én egy perec kalácsot szeretnék készíteni, egy kelt kalácsot, és hozzá egy ilyen borsos, sós, tejfölös mártogatost. Na, ez nagyon jól hangzik, szerintem. Megvettük az ötletet, Kati néni? Na, akkor rendben van. Egyébként nagyon jó időt szervezett nekünk a polgármester úr, és erre még ráfejelünk ezzel a kis gyönyörű kis kemencével. A kedves nézőknek mondom, hogy cirka 50 fokot érzünk a hátunkban, de a késeket még nem. Viszont, hogyha nem kezdünk el készíteni az ételt, akkor lehet, hogy megkapjuk. Mi kell hozzá? Tehát először is beszéljünk arról, hölgyeim, hogy miben alkot majd egy kerek egészet a mi ételünk. Hát a perec kalácshoz liszt kell, só, egy igen, kis cukor, élesztő, aludtej, zsír és egy kis tej, amivel összeállítjuk. Szegény, két tojás. Szegény élesztőnk, ez már hát, küzd itt az elemekkel. Nem tudom, hogy ebből mi lesz, majd meglátjuk. Hát mi lenne? De perec kalács. Hölgyeim, perec kalács. Igen, akkor... hát az volt a szándékunk, hogy egy finom perec kalácsot süssünk. És így is fogunk eljárni. Ne várassuk tovább sem a kedves nézőket, sem az élesztőt, akkor álljunk és neki is készítsük az ételünket. Jó.
Marika néni, lassan nem tudom, hogy hol tartunk, elválik az edény falától. Igen, most már nem sokára jó lesz, igen. Na, de akkor azért azt mondjuk el, hogy látszik a rutin, nem először készít ilyen kalácsot. Hát nem, kalácsot. Honnan tanulta ön ezt a receptet? Hát én az unokatestvéremtől tanultam, itt áll mellettem, illetve ön mellett. Na, hát Kati néni, akkor ezt... Rokonok vagyunk, első unokatestvérek vagyunk, és őtőle tanultam, ő meg a mamánktól, az anyai... Tehát ilyen családi tradíció. Igen, akkor igen. És akkor Kati nénitől kérdezem, hogy akkor miben is ismerszik meg a jó kalácsnak a titka. Meddig kell Marika néninek még ezt itt küzdenie vele? Még tényleg el nem vál a halától, úgyhogy ez tökéletes lesz. Szerintem ez jó. Hát mondjuk, most ne haragudjon, de hát két ilyen kiváló szakácsnővel nem is lehetne más. Meg hát azért ugye arról is beszéltünk, hogy hiába készítünk mi jó alapanyagot, hogyha nincs tűz. Tehát Feri bácsi reggel óta azon szorgoskodott, hogy itt olyan tűzünk legyen, egyébként most rá is rakok egy, hogy biztos jó legyen a kemencébe a tűz. Bár a hőfokot elnézve egy all-inclusive wellness hétvégét is lehetne itt tartani. Már csak a medence hiányzik, de majd azt a polgármestertől megkérdezzük. Szóval akkor ez egy családi tradíció alapján készült, vagy készített étel. És van egy fesztivál is, ugye, Eregőjben, ami ezt a nevet hát viseli. Hát most a Falunap keretében csoportosan elgondolták, hogy legyen valami kis a vendégeknek is, hogy meg tudják kínálni, és itt van a falu kemencéje, és itt a lányok, asszonyok összeállnak, és egész nap sütik a perecet. Nagyon és akkor hozzá a tejfölös mártogatost, és akkor lehet kínálni, és akkor ha valaki nem hozott magával valami kis szendvicset, akkor egy meleg kugló, vagy egy meleg perec nagyon jól esik mindenkinek, biztos. Hát, hogyne, majd nekünk is jól fog esni, hogyha elkészül. Hol tartunk, mennyi idő most hát, még? Hát most készen van, igen? Most félreteszem, egy hát jó fél óra, 3-4 óra alatt meg kell, és akkor utána kezdődik a móka vele, mert hát többször is kell hozzányúlni, hogy ez kialakuljon a végső formája. Hát most nem kell meleg helyet keresnünk, mert gyakorlatilag mindenhol meg fog kelni a kalácsunk. Arra biztatom a kedves nézőket, hogy ne menjenek sehova, folytatódik a Gasztromegye, innen folytatjuk. Kedves nézőink, úgy köszöntünk el, hogy egy kicsit pihenünk, de hát itt Regőjben nem hagyják tétlenül az embert, ami nem is baj egyébként, igaz, Kati néni? Mert hogy nekiállunk egy másik étel elkészítésének is addig, ameddig a perec kalácsunk kell. Kezet mostam, bent voltam egyébként, itt a helyi óvinak az udvarán főzünk, és örömmel láttam, hogy az egyik törölközőnek a jele az szívecske. Nekem is az volt egyébként a jelem az óvodában, úgyhogy én most abba töröltem a kezemet, és terilen állunk neki a következő étel elkészítésének. Kati néni, mi lesz az? Mert én hát csak itt vágom a hagymát. Csülök körömpörkölt, hidegen rakom föl, mindent ráteszünk, hagymafélét, paradicsom, paprika, só, bors. Igen. És a fűszer paprika meg akkor már, mikor annyira megfőtt, hogy föléje teszem a kezemet és ragad, és akkor teszem csak rá paprikát. Jó, nagyon jó. Jól hangzik. Így jól vágom a hagymát? Igen, igen. Vagy igen, ennél igen. Nem kell apróbra, mert ezt szeretem, elföl. Amikor kicsit így csak elnagyoljuk. Ilyen megúszós igen. Kaja, mondhatjuk igen, azt is. Igen, akkor ezt ide beleburítom. Oké. Okay. Segítsek? Nem, csak nem akartam tudni. Oké, és? És ez már kertőz a paprika? Háztáj? Hát vagy? Nem hiszem. Jó, hát majd azt mondjuk, hogy az. Igen, nem igaz, nem. Még nincs meleg. De most már, hogyha ilyen melegek lesznek, akkor előbb-utóbb az is kezd igen. Beérni. Jó, tehát akkor felszeljük az összes hagymát? Nem az összeset, még ezt a kettőt, a többi marad. Jó, így megosztozunk. Így van. És Kati néni, addig, ameddig itt a hagymát szeljük vígan, azért egy picit legyen kedves meséljen, hogy milyen itt a közösségi élet a településen. Gondolom azért önök is várták, hogy ismét lehessen majd programokat tartani. Várjuk nagyon a népdalkórusba, hagyományőrzőbe énekelek. No. És szeretnénk már, hogyha lehetne összejönni. Jó kis közösség van egyébként, igen, akár igen, hogy a igen, dalos igen, körben? Igen. Szoktak járni így más településre persze, és ilyen fellépni? Mindenfele, úgyhogy akkor azok meg visszajönnek ide hozzánk a környező falukból. Településekről, igen. Pincehely, Keszi, nagyon sok helyre járunk.
halarctuk kezdve mindenfelé. Igen, egyébként ezt pincehelyen is említették, hogy a kedves nézők bizonyára látták a... Én megnéztem mindegyiket. Pincei. Ön is? Gasztromegye? Meg, mindig megnézem. Szakályt is láttam. Na, hát nagyon jó. Hát most, hogyha már Szakály tetszett említeni, akkor tényleg most különös figyelemmel vagyok, mert Szakályba egy picit a kuglófot odakozmáltuk, de most igen, akkor nagyon fogunk arra figyelni. Az most a Feri bácsi szerintem nem fogja odakozmálni. Nem, a Feri bácsi az segít bennünket, itt a tűzre, vízre vigyáz, igen, hogy ne legyen probléma. Akkor most a fokhagymát kezdtük el felszelni. Ennyi? Ennyi igen, a fokhagyma? Nem lesz több bele. Jó. Akkor még akár pusziszkodni is lehet majd igen, valamikor. És akkor jó? Most akkor beletesszük a húst. A húsnak a felét, ugye? Azt tetszett mondani, igen, hogy igen, és akkor összekeverjük. Mert hogy egyébként a körömnek azért több idő kell, gondolom. Hát igen, igen. Amire ez kiadja a javát. Így. Összekeverjük, és akkor itt látok még az asztalon só, bors. Só, bors. Először a sót. Kis sűrített paradicsom. Gondolom formán, ízlés szerint. Megcsilizzük de... egy kicsit? Bár mondjuk itt Regőjben nagy hagyománya van a csilinek, azt ugye már tudjuk. És még a van sűrített nekem paradicsom. Van nekem az a tarállós. Igen, mondjuk azért ez is tud produkálni de? Jó kis ízeket. Akkor... parancsoljon. Hát szerintem öntsük. Úgy, amennyi na, kell bele. Így, így körülbelül. Jó. Akkor kicsomázzuk ezeket. Én is vágjak egyet? Igen, lehet. Jó. Ezt is belerakhatom? Igen. Így. Nagyon jó. Akkor most rátesszük ezt is. És mehet a második része is. Igen. És akkor rá is teszünk sót, borsót. És megpróbálom, leforgatom a csontosat. És akkor szépen ráengjük a vizet. Mondom csak, hogy a paprikám már nem fog múlni az étem, mert ez nagyon rendben van. Jó, és akkor tulajdonképpen ez belekerül. Föl a... mind fölöntjük vízzel. Igen. És a fűszer paprikát nem most rakjuk rá. Nem, majd hogyha már annyira megfőtt, hogy mert állítólag azt hamar oda kapja, hogyha megkeseredhet, vagy bármilyen tragédia történhet. Igen, ez így készen van. Jó, akkor hát adom a konyharuhát. Tulajdonképpen most minden bent vagyok. Kati néni, megvagyunk, igen, akkor ezt vihetjük a tűzhelyre. Igen. Főni. Megy a akkor én gázra, ezt a fedőt rá. Fedőt rá. Én ezt a feladatot magamra vállalom, okay, és arra biztatom a nézőket, hogy ne menjenek sehova, innen folytatjuk a gasztromegyét. Hölgyeim, folytassuk szerintem az ételünk elkészítését. Marika nénitől kérdezem, hogy hogy is állunk a kalácsunkkal. Megkelt a kalács nagyon szépen, a jó időnek tudhatjuk be, úgyhogy még rövidebb időn belül is, mint otthon szoktuk, úgyhogy mehetünk és hozhatjuk kidolgozásra a tésztánkat. Marika néni, azt mondhatjuk egyébként, hogy vonatszóra készült el itt a keresztésünk? Igen, nekünk van egy jellegzetes vonat jelünk, vonatfüttyös jelünk. Van egy falubeli fiatalember, aki a vasútnál dolgozik, igen, és a szüleinek így köszön, hogyha ezen a vonalon, a Budapest-Pécs vonalon dolgozik, szolgálatot teljesít, és akkor mindig három hosszú, két rövid, ez a szülőknek a köszöntés. Na, hát ez nagyon jó. Még ez egy kocsmában is megállna a helyét. Három hosszú, két rövid. Na de akkor ne is kanyarodjunk el annyira a történetbe, hanem akkor úgy, de milyen szépen megkelt. Megkelt a kalácsunk, és akkor most szépen fogjuk, és szaggatunk belőle ilyen kis bucikat, így, illetve csak egy ilyen darabokat, így próbáljuk. Na először én megnézem, hogy a hölgyek hogy slájfolnak, mert nem ám itt kilógok annyira a sorból, bár kifogok. Hát mindegy, Kata, nem baj, ha ilyen csak laza. Csak így? Nagyon laza, Marika, ezt mindjárt csinálunk. Hát akkor meg nem, előbb végzünk vele akkor. Jó. Van valami különleges technikája a slájfolásnak? Nincs, vagy csak úgy, liszt nélkül. Érzéssel? Igen, liszt nélkül kell. Lisz. Nem is nagyon lehet, igen. Jó. Nagyon jó kis könnyed, puha igen, a tésztánk. Igen, nagyon jó lett a tészta. Hát egy picit, csináltuk, egy picit lágy, de attól függetlenül ez jó lesz. Jó. Én megpróbálok itt a súranó pályán bejönni, hogy a nézők ne lássák, hogy melyiket csináltam én, mert nagyon kitűnik
Kati nénihez képest, úgyhogy oda fogom pakolni. Hölgyeim, nagyon szépen megkelt ismételten az alapanyagunk. Mi lesz most akkor a feladatunk? Hát most egy fázist kihagyunk, mert elég meleg van, és így nehéz az észtával bánni. Igen. És most úgy gondoltuk, hogy elkezdjük nyújtani, és megformázzuk, és rakjuk a tepsibe. Tegyük így akkor. A pereceket, jó? Akkor mi mert most egyelőre... Ilyenkor nagyon enged. Kati néni is csinálja? A Kati néni nem tudja. Ja, itt a deszkán kell. Itt a deszkán csinálom, mert az ragad. Jó. Most itt is lehet látni, hogy milyen szép szálas. Nagyon, így van. Így úgyhogy ez nagyon szép a perec. Hát egy... Mekkorára kell nyújtanunk? Hát egy... Mind a deszka. Mind a deszka? Nyújtó, igen, a sodró. Vagy a isze, igen. Jó, és akkor ezt fonni nyújtjuk, fogjuk, vagy hogy igen, mindjárt, egy pillanat. Nem vagyok türelmetlen, csak jó. Már nagyon várom a végeredményt. Megvan. Most itt megfogjuk, és így rakjuk, és akkor elkezdjük így tekerni rá. Igen. Utána letesszük, és akkor rátekerjük a másikat is, így. Igen. És akkor összefogjuk, és akkor beletesszük a tepsibe, be így. A tepsibe, és akkor még a tepsibe is hagyjuk kelni. Igen. Így. Nem, letehetik, mert az nem megy olyan gyorsan. Jó, hát akkor álljunk neki, és akkor csináljuk. Igen. Nem tudja, mert... Lágy is, meg mondom, meleg van. Majd mindjárt Kata formázza, jó? Én próbálom nyújtani, mert ehhez szoktunk hozni több nyújtó deszkát. Azt hittem segéderőt. Azt is végül is. Hát ha otthon csinálom, akkor nem, de egyébként igen. Ú, tényleg jó lágy a tészta, de... Igen, hát ez ettől bekutható a melegnek is. Na Kata, tessék. Egyet hadd próbáljak meg, hogy valamit én is... Egy picit lisztezzük meg. Elroncsak úgy, még. Úgy egy picit csak. Még sodorjuk, sokat ugye? Ne, sodorni igen, de lisztezni ne sokat. Jó. Hogy ne legyen lisztes nagyon a tészta, hogy szép legyen. Nem szoktunk belőle kicsiket csinálni, mert ha pici pereszet csinálunk, akkor nincs neki jó kis finom bele. Akkor csak a héja van. Akkor nagyon kemény vagy, olyan ropogós, ugye? Igen. És hát nem lesz ropogós, de a zsír miatt nem lesz ropogós, mert ez olyan finom. Jó, most jó most, lesz így? Most jó lesz. Most. Jó, ilyen óvodáskori emlékek jöttek így a gyurmázásból. Igen? Nem úgy kell, így. Igen? Itt megfogni, így. Igen? És itt egy, mintha csomót csinálnánk, így, és akkor így rátekerjük ide az egyik szélére, egyik karikára, most meg a másikra. Nagyon jó. Így szépen, így. És akkor a két végét összefogjuk, és az megy alulra. Hölgyeim, van egy előrevívő javaslatom, én viszem a tepsibe, és abból baj nem lehet. Van. Kedves nézőink, műsorunk végéhez értünk, egy fantasztikus napot tölthettünk el itt Regőben, és ha sikerül kihorgásznom, akkor gyakorlatilag az utolsó pereckalács is kikerült a kemencéből, és ezzel vált teljessé a kép. Nagyon köszönjük a receptet, és ezúton is szívből köszönöm Marika néninek, illetve Kati néninek a mentorálást, és azt, hogy megismerhettük ezt a fantasztikus pereckalácsot, amit... Hát én meg is kóstolok, hiszen akkor lehet csak véleményt alkotni, hogyha meg is kóstolja az ember. Szerintem nem hibáztunk. És milyen igazam van.
Fantasztikus. Mint ahogy fantasztikus volt ez a nap, amit itt Regőjben eltölthettünk. Köszönjük polgármester úrnak és mindazoknak, akik hozzájárultak a mai nap sikeréhez. Ahogy tetszenek látni, elkészült a pörköltünk is, illetve hozzá köret gyanánt ez a pereckalács. Érdemes ellátogatni Regőjbe, megismerni ezt a gyönyörű szép települést, és érdemes elkészíteni ezeket az ételeket is. Ne feledjék, tudják, két hetente a Gasztró megye Facebook oldalon a Tolna megyei önkormányzat és a Civil Legátus Egyesület közös műsorát láthatják. Nézzék meg, hogy két hét múlva honnan jelentkezik az ízutazás következő állomása. Köszönöm a figyelmüket, minden jót, viszontlátásra! A műsor támogatója a PSN Kft. A műsor támogatója a TAR Kft.